A Tiszatavi Sporthorgász Kft. Megbízásából dr. Harka Ákos halbiológus vezetésével ivadékfelmérés történt a Morotva kerékpáros pihenőparkban lévő kis tónál. A május 29-én végzett munka eredményéről és a tó halálományáról kérdeztük meg Harka Ákos tanár urat. Örülök, hogy tanár úrral ilyen kellemes körülmények között beszélgethetünk. Mi a célja annak az ivadékfelmérésnek, amit éppen most is végeznek? A halgazdálkodás már régóta nem csak a halászat jogát jelenti, hanem valóban gazdálkodást. Ez azt jelenti, hogy elő kell segíteni azt, hogy erős állományok alakuljanak ki és maradjanak fönn az egyes élőhelyeken, vízterületeken. Az ivadék pedig a jövő. Tehát ami most ivadék, abból lesz majd jövőre olyan termés, ahogyan mondják, hogy hal termés, mert itt is, hogy mondják, és egy kicsit ez úgy hozzá van kötve, szinte, hogy tenyész időszak, mint a mezőgazdaság a növénytermesztési ágazatában. Tehát lényeges erről tájékozódni, hogy rendben mennek-e a dolgok, az ivadékok szintjén dől el elsősorban. Tanárunknak évtizedes tapasztalata van. Most biztosan nem tudunk arról beszélni, hogy az évtizedek alatt hogyan is alakult vagy változott az ivadék. Most csak erről hagyj kérdezzem, most éppen mi a tapasztalata? Most a keszegek is leívtak már, de még annyira parányi az ivadék, hogy idekin a helyszínen nem lehet eldönteni. Egy ilyen 9-10 mm-es kis lárvakoron éppen csak túljutott halacskáról, hogy most az karika keszeg vagy dévérkeszeg, amikor szinte nem is látható, mert átlátszó az egész, de nem lehet megmondani, de nincs is különösebb jelentősége. Először egyébként is a ragadozók szaporodnak okos módon, mert hiszen nekik előbb kell nagyobbra nőni, hogy majd az ivadék békés halakat táplálékként fogyaszthassák. Nos, a ragadozókat kísértük figyelemmel, mégpedig három jelentős ragadozót. Az egyik a balin, a másik a csuka, és a harmadik pedig a süllő. Sorrendben talán módosíthatnék, mert hiszen a szaporodásban elsőként a csuka vesz részt, az indul. Örömmel mondhatom, hogy a csuka állomány nagyon szép. Amiket fogtunk, belepillantok itt a noteszembe, azért annyit elmondhatok, hogy most hát olyan 70 és 90 milliméter közötti általában a csukaivadék testhossza. És ez nem rossz. És nagyon erőteljesek, virgoncak, úgyhogy ez azt jelenti, hogy van bőven táplálékuk. A süllő egy picikét úgy tűnik, hogy kisebb, érdekes módon. Úgy látszik, hogy valami miatt mégis később szaporodott. Kérek szépen valami adatot, mihez képest kisebb? Hogyan gondolja, hogy mennyinek kellene most hány centinek lenni, és mennyi most ahhoz képest? Ez néhány milliméteres különbséget jelent, mert hiszen a süllők azok még nagyon aprócskák. Még van, amelyik 2 centiméter alatt, ami alatti méretű, de általában olyan 18 és 23 mm közöttiek, pillanatnyilag. Hát lehetne ilyenkor már mondjuk 25 mm is. Megbocsátjuk azt a 2 millimétert. Mi nem bennünk. Persze nem ez az érdekes pontosan, mert ez azért több mindentől függ, hogy mikor volt alkalmas erre a víz, mikor volt alkalmas az időjárás az ivásra. Lényeg az, hogy erőteljesek és egészségesek legyenek az ivadékok, és e tekintetben nem látunk problémát, nagyon virgoncak ezek is. A harmadik ragadozó a balin. A balin meglehetősen aprócska, de ez nála így is várható, hiszen nem tartozik a túlságosan gyorsan növő fajok közé. Mérete 16 és 21 mm között pillanatnyilag, de nem szokott lenni a balinnal általában. Szinte minden évben mondhatjuk azt, hogy jól szaporodik.
Másik kettőnél már ez nem mindig van így, de az idei úgy tűnik, hogy jó lesz. Tanár úr, magáról a módszerről, az ivadékfelmérés módszeréről hagyj kérdezzem. Most itt a kerékpáros pihenőpark csücskében beszélgetünk. Milyen módszerrel, hogyan, mikor, milyen eszközzel végzik ezt a felmérést? 6 mm szembőségű kis ivadékhálót használunk, ahogyan a felvételeken is látható, és egy ilyen mérőtálca segítségével oda rátéve, ráhelyezve határozzuk meg, hogy melyik milyen hosszú fajlistát, fölírjuk magunknak, miből mennyit fogtunk, és ezeket így visszamenőleg egymás mellé téve tudunk kiállítani egy olyan adatsort, amelyik összehasonlításokra alkalmas. Az, hogy éppen itt végzik az ivadékfelmérést, annak mi az oka? Ön választotta ki, vagy éppen közel van, vagy a tónak a többi részén például milyen adatokat kapnának ehhez képest? A tó többi részét általános felméréssel vizsgálják. Ez egy könnyen elérhető, általunk régóta használt, és az ivadékok által kedvelt hely. Tehát itt azért úgy nagyjából reprezentálja azt, hogy mi lehet a tóban. Természetesen vennénk 20 mintát, akkor 20 különböző adatsort kapnánk. De az talán fölösleges lenne. Itt egyszerűen szeretnénk azt meglátni, hogy ebben az évben ezek azok, amazok a fajok hogyan, miként ívtak, van-e szaporulat, milyen mennyiségben. Valamennyi időre tekintsünk azért vissza. Mit mond nekünk, vagy a horgászoknak, hogy mi a tendencia? Hogyan változnak az egyes halfajoknak a száma, mennyisége? Melyik az, amelyikkel úgy ítéli meg, hogy csökkenő jelenlétük van a tóban? Hát ez az egyik, amit szolgál, ez az ivadékfelmérés is, de nem önmagában. Tehát a fogási adatokkal együtt kell azért mindent értékelni, és azokból lehet következtetéseket levonni, és óvatosan, mert hiszen óriási és rendkívül mozaikos, rendkívül változatos élőhelyről van szó. Kimegy az egyik helyre valamelyik horgász, és ott azt tapasztal, hogy hú, itt micsoda ez meg, bőség van, másiken nincs hal. Szóval ez kiszámíthatatlan, mert a halak vándorolnak, nem egy helyben vannak, nem olyanok, mint a növények, hogyha egyszer ott volt, akkor jó, később is ott lesz. Ezek után utána kell járni, és meg kell keresni. No, ami látható ugye az eddigiek során, az összefügg, és ami miatt nézzük jobban például a csukát, az összefügg azzal a problémával, amely évtizede jelentkezik már itt a Tiszatavon, hogy az ikrák nagyon sok csukában nem fejlődnek ki rendesen. Ezzel kapcsolatban végeztettünk már vizsgálatokat. Sikerült megnyerni hozzá olyan partnereket, akik maguk is érdeklődnek ez iránt, úgyhogy parazitológiai vizsgálatokat végeztek, bakteriológiai vizsgálatot végeztek, virológia, tehát a vírusokat is megnézték, hogy valami ilyesmi, van-e rendkívüli dolog. Megnézték azt, hogy van-e valami a kromoszóma rendellenesség, tehát amelyik abban mutatkozna be, hogy esetleg több kromoszómájuk van, mint amennyi valaminek a következtében, mert ez is járhat azzal, hogy nem fejlődnek rendesen ivarsejtek. Na most mindezeket megvizsgálták különböző helyeken. Állategészségügyi, most másképp hívják ugyanaz intézetet, de régebben állategészségügyi intézet volt Budapesten, a Keszthelyi Egyetemen nézegették, nem találtak sehol rendellenességet. De fölmerült bennem a gondolat, hogy hát, ha valami környezeti hatás okozhatja, és pedig olyan, amit úgy neveznek mosztanában, hogy xenoösztrogén hatás. Az ösztrogének azok ivari hormonok, és ugyan hatnak a ivarsejt képződésre, de vannak olyanok, olyan hatású anyagok, amelyeknek semmi közük a hormonhoz, de mégis kötődnek azokhoz a felvevő helyekhez, ahol a hormon kifejti a hatását, és ezért idegen anyagként képesek hasonló hatást kifejteni. Na most, hogyha ezekből túlzott mennyiség van jelen,
akkor az okozhat ilyen rendellenességet, hogy nem fejlődnek ki rendesen a petesejtek. Ezt szeretném elérni, hogy megnézzék még azok, akik ilyen vizsgálatot tudnak végezni, és sikerült is megtalálni a Gödöllői Egyetemen két kutatót, akik ezzel foglalkoznak, és a továbbiakban ővelük javasoltam a KFT-nek, hogy velük kössenek egy valamiféle ilyen megállapodást, amelynek értelmében közösen pályázhatnak, mert ez egy azért eléggé költségigényes dolog. Közös pályázatban részt vehetnének, hogy ezt a vizsgálatot is megcsináljuk, és ha ez se, akkor meg tovább kell törni a fejünket, hogy vajon mi lehet a probléma. Mert úgy tűnik, hogy egyre inkább jelentkezik, és főként a nagyobb méretű csukáknál. Ez pedig, hogyha a nagyobb méretű csukáknál jobban jelentkezik, akkor arra is utalhat, hogy valami fölhalmozódás. Itt a környezetben éri valami hatás. Igen, így van. Tehát ilyen xenoösztrogén hatású lehet például maga a DDT, amelyik egy rovarirtószer. Hát ez már nagyon régen betiltott szer, és mégis... Betiltották, de nem bomlik le. Tehát ez egy nem lebomló anyag. Táplálékláncban adódik tovább, és nyilvánvaló, tehát a gerinctelenekbe beépül, utána a békés halakba beépül, és a ragadozóban pedig kicsúcsosodik a dolog. Tehát addig halmozódik, mert a zsírszövetekben halmozódik föl, és végül ott fejti ki a hatását. Hát volt ilyen a fecskék pusztulása DDT miatt, mert olyan rovarokat fogyasztottak, amelyek ugye magukban ezt fölhalmozták. Beszéltünk korábban a pontnak a szaporulatáról is, illetve Hegedűs Gábor, a KFT igazgatója mondta, hogy sajnos a ponty szaporulata, a természetes szaporulata közelít a nullához. Tanár úr nem ennyire pesszimista, de van-e valami gond a ponty szaporodásával itt a tóban? Ezt régóta próbáljuk kiteríteni, hogy mi lehet itt a problémának a gyökere. Nem azt mondom, hogy nincs szaporulat, nincsenek igazán jó pontyívó helyek, ez kétségtelen. De azért szaporodik a ponty, tavaly is szaporodott. Meggyőződhettünk róla, a gyér súlyom mezőkön is ott volt az ikrája, tehát ott ívott szemünk láttára, és azért pontyivadék is találkoztak a felmérések során a kollégák. Ellenben azt nem tudjuk, hogy a megmaradásnak mi a valószínűsége. Az első nyaras ponty az még planktonfogyasztó. Vajon megvan-e elegendő mennyiségben az a méretű, az a fajtájú plankton, amelyik számára szükséges, vagy nincs? És akkor ez adhatna esetleg magyarázatot arra, hogy miért kallódik el jelentős mértékben. Az ivadékfejlődéssel kapcsolatban még lenne egy kérdésem. Talán második éve a vízügy 10-15 centivel magasabbra emeli a vízszintet, azért, hogy a halak ívását elősegítse. Tanár úrnak mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban? Hosszabb távon valóban van-e ennek haszna? Minden bizonnyal. Azt nem állítom, hogy ezzel pótolni lehet egy természetes áradás, mert nem. Hiszen a halak nem csak a vízszint emelkedésére reagálnak, nem csak az készteti őket az ívóhelyek keresésére és az ívásra, de az is. Emellett persze az is, hogy milyen a víznek az ionösszetétel, amelyik áradásnál más ionösszetételt mutat, mint egy duzzasztás esetén. Tehát nem pótolja, de segít abban, hogy ne maradjon el az ívás. Tehát nagyon fontos szerepe van ennek, hogy májusban, amikor azért a növényre ikrázó fajok zöme szaporodik, akkor magasabb vízszintet tartsunk, és arra is nagyon fölhívnánk a figyelmet, hogy ilyenkor még a vízen is csak lábújhegyen szabad járni. Tehát a motorcsónakokkal nem veretni a, nem hullámokat kelteni és leveretni az ikrát a növényekről, a gyökerekről, vagy iszappal betemetni az ikrákat. Ez egy közös ügyünk, és ezt kéne terjeszteni. Mi igyekszünk terjeszteni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó munkát kívánok. Köszönöm szépen is.